érdekes párharcnak lehettünk szem és fültanúi a Nike által megszervezett tehetségkutató program sajtótájékoztatóján. Az eseményen ugyanis az ismert Barca szurkoló Harsányi Levente volt a házigazda, és így neki kellett beszélgetni a program magyarországi népszerűsítőjével, Szalai Ádámmal. Hát a jelen és a jövő embere. Nagyon ritka, hogy az ember találkozik ilyennel, pedig itt van. Egy nagyon szimpatikus fiatal ember, Szalai Ádám ül a körünkben, neki egy nagyobb tapsot kérnék szépen, hiszen tegnap is bizonyított. És folyamatosan bizonyít, bár azt gondolom, hogy hát volt egy kis kitérője a Real Madridnál, erről nem kérdezném, mert nyilván az ember életében vannak olyan pontok, amikre nem szívesen emlékszik, vagy igen? Először én is üdvözlök mindenkit, aki jelen van, illetve köszönöm szépen, hogy részese lehetek ennek a világpremiernek, ugye már itt történik meg először a beharangozó. Másodszor pedig nagyon szépen köszönöm, hogy Leventét választották ennek a sajtótájékoztatónak a levezetésére, hiszen úgy érzem, hogy jelen pillanatban ennél nyugodtan nem is ülhetnék így itt, hogy igazából van egy 10 pontos előnye a Real Madridnak a Barcelonával szemben, úgyhogy ennek is tudom be ezt a kisebb cukkolást, de mondom, én nagyon nyugodt vagyok ezzel a 10 ponttal itt a hátralévő időben. Hát erről már beszéljünk majd később, nyilván erre is lesz majd idő. Árulja nekünk egy titkot Stuttgartban, vagy volt egy másik csapatban, és most nem itt eszemben, ott milyen tesztmódszerekkel dolgoztatok, miket próbáltak ki? Igen, ez a Stuttgart és a Real Madrid volt. Mennyire kaphatunk reális képet egy játékosról egy ilyen teszt után, egy eredmény után? Mindenképpen ugye a hatodik feladat tetszik a legjobban, ami Lionel Messi neve. Ja nem, az nem, az Lionel Messi, az nincs benne, nem? Nincs, de most a legjobb focista. Igen. Tehát mindenképpen megnéztem a feladatokat, illetve ki is próbáltam őket. Nagyon tetszik, hogy a játékosok nevéhez fűződnek a feladatok, és ugye Ronaldo, Piqué, Rooney, Iniesta feladatok tetszettek a legjobbak, hiszen ezek az igazi sztároknak a legjobb tulajdonságaihoz hasonlították ezeket a feladatokat, úgyhogy nekem nagyon tetszettek. Egy-két igazán nagy tehetségnek van megmutatnia magát ebben a korban, például a Lionel Messi, aki a világ legjobb játékosa, 17 évesen lett válogatott és került be a Barcelonába, az utóbbi 3 évben ugye ő lett az aranylabdás, tehát a világ sport szakújság írói és edzői szavazat alapján a legjobb játékos, tehát ugye Lionel Messi. Lionel Messi, aki vezeti a spanyol gólövő listát is jelen pillanatban, ugye? Nem? Ki vezeti? Még nincs ég a bajnokság. Igen. Tehát még egyszer a kérdés, mert az a baj, hogy tényleg csak a Lionel Messire koncentráltam, illetve hogy bebizonyítsam, hogy Cristiano Ronaldo ugye az a játékos, aki a Nike-ot is választotta, és ezáltal is ugye az első próba az ő nevéhez fűződik, úgyhogy még egyszer a kérdés meghallgatnám.